Dunaszerdahely legutóbbi diák polgármestere Bokros Bianka a járvány miatt rendhagyó módon 2 évig volt hivatalban. A diák polgármester választáson jelenlévő diák képviselőknek beszámolt a tevékenységéről. Részt vett számos városi rendezvényen, több diáktársával közösen bekapcsolódott a Tisztítsuk meg Dunaszerdahelyt elnevezésű környezetvédelmi akcióba. Az általa szervezett diákbált viszont a járványhelyzet miatt le kellett mondani. Nagyon sok mindent tanultam magamról is, egy picit a városunkról is, és az, hogy kipróbálhattam magam ilyen területen, az egy fantasztikus dolog. Beláthattam a kulisszák mögé, ami számomra nagyon-nagyon hasznos volt, és igazából csak annyit tudnék mondani az idézőjelben a felnőtteknek, hogy bátran vonják be a fiatalokat, hiszen nagyon is szükség van arra, hogy megkérdezzék őket is, hiszen szerintem egy jó generáció vagyunk. Fialka Tamásnak hívnak, a Nyíregyházi téri magyar szanyelvű magánszak középiskola tanulója vagyok. 2021-ben 2 diák polgármesteri jelölt mérettette meg magát. Ollé Nancy, a Szent István téri közös igazgatású iskola, és Fialka Tamás, a Neratovicei téri magyar tannyelvű magánszak középiskola diákja ismertette programját és elképzeléseit. A középiskolák diákjai végül titkos szavazással 6-5-ös arányban Fialka Tamást választották meg. Amit nagyon fontosnak tartok nyilvánvalóan a természetvédelem, valamint a vallásunk megőrzése, és ezen kívül jó lenne, hogyha minél több ember tudna jót tenni a másikkal, a Ferrel barátjával. A természetvédelem kapcsán olyan dolgokat fogalmaztam meg, mint például a szelektív hulladékgyűjtés, amely Szerdahelyen ugyan már jelen van, viszont erre nevelni kell gyermekeinket, diáktársainkat. Az új diákpolgármester egy vallási körmenetet is szervezne, valamint szorosabbra fűzni az egyes középiskolák diákjai közötti kapcsolatot. A diákpolgármestert november 18-án Hájos Zoltán polgármester hivatalosan is beiktatta. Ollé Nancy diák alpolgármesterként fogja segíteni a munkáját. Az első hivatalos rendezvény, amelyen részt vettek, Karafa Attila alpolgármester kiállítása volt, majd ellátogattak a Városi Művelődési Központba, hogy megismerkedjenek a kultúrház működésével.